a szívbetegségek, mint minden más betegség, a természet rendje szerint van. Tudnélik, születünk, és születésünk pillanatától kezdve küzdünk a halálunk ellen. Minden élőlény a teremtett világban az életéért küzd. A vírus is, a baktérium is, a gombák is, a növények is, az állatok is. Egymás élete árán tudjuk az életünket meghosszabbítani. Ha nem pusztítanánk a növényeket, állatokat, akkor nem tudnánk táplálkozni, meghalnánk. Mégis mi értelme van annak, hogy arról beszélgetünk, hogy a szív betegségeket hogy miképpen lehet megelőzni? Először is tudni kell, hogy az élet véges. A jelenkori tudásunk szerint az emberi faj genetikusan körülbelül 115-120 évre van kódolva, ezzel a csúnya szóval mondom. Tehát elméletileg ez a végelgyengülésnek az időpontja, eddig élhet az ember, ha közben betegség nem okozza halálát. Az Ótestamentumban olvashatják, hogy az emberi kor nem mindig ilyen rövid időtartamú volt, hiszen ha a szent könyveket olvassák, akkor Ádám apánk, Ábrahám apánk 8-900 évet élt. Sokan megkérdőjelezik ennek a valóság tartalmát. Én nem kérdőjelezem meg, minden esetre egy biztos, hogy a jelenkori civilizációnkban a legegészségesebben élő népek, így a Kaukázus hegyeibe élő népek közül kerülnek ki a Matuzsálem korú emberek, és érdekes módon itt a férfiak-nők aránya nem különbözik, bizonyára tudják, hogy a nők általában tovább élnek, mint a férfiak. De a Matuzsálem korú emberek között inkább férfiak vannak többen. Akkor az lenne a cél, hogy előzzünk meg minden betegséget, és éljünk 120 évig. Van erre remény? Van erre a jelenkorban élő embereknek lehetősége? Egyáltalán nem elképzelhetetlen. Valamikor Európában az átlagos élet, tartam életkor 30-35 év volt, és ma a skandináv államokban a ma megszülető gyermek 80-85 év élettartamra számíthat. Magyarországon ezek a számok nem ilyen szépek. A férfiak 67-68 évre, a hölgyek 75-76 évre számíthatnak, hogy addig élhetnek. Mi a különleges abban, hogyha a szívbetegség megelőzéséről beszélünk, akkor nem a többi betegség körében, hanem ettől elválasztva tesszük ezt. Hát ennek az oka leginkább az, hogy ma az emberek többsége, több mint 50%-a szív-érrendszeri betegségbe hal meg. Ez a vezető halál ok Magyarországon is, és a világ minden országában. Ezért érdemel kiemelt szerepet a betegségek közül a szív- és érbetegségek megelőzése. Vajon van-e reális esélyünk arra, hogy ha egy bizonyos tudást megszerzünk, akkor önmagunk tehetünk az egészségünkért? Vagy ehhez is orvosi segítség kell, tehető föl a második kérdés. Az ókorban a kínai császár rendkívül jól megfizette az orvosát, orvosait. Ha megbetegedett, akkor az orvost megbotoztatta. Ha nagyon megbetegedett, akkor az orvost lenyakasztatta. Tehát ezzel lehet érzékeltetni azt, hogy már az ókorban is megvolt a betegség megelőzésének igénye, nem a betegséget meggyógyítani,
hanem a betegséget megelőzni az igazán nagy dolog. A szívünk, ahogy a korábbi előadásban említettem, hihetetlen munkát végez egy élet során. 200 millió litert vér kell pumpálnia, hogy egy számot kiemeljek a korábbi számok közül. Tehát úgy gondolnánk, hogy minél többet dolgozik, annál jobban elkopik. Pont fordítva van. A szíved dolgoztatni kell. Ha rendszeresen és sokat mozgunk, akkor legtöbbet tettünk azért, hogy a szív betegséget megelőzzük. Azonban itt is, mint az élet minden területén, a következőt kell tudni. Mindig minden az arányokon múlik. Ha túlhajszoljuk, az betegséget okoz. Ha nem dolgoztatjuk, az betegséget okoz. Hol van hát a helyes arány? Mi az a mozgás, ami megóvhat bennünket a betegségek egy részétől? Érdekességként szintén mondom, hogy nagyon nagy baj az, hogyha beteg emberek egészséges embert utánoznak, az idősek, a fiatalokat utánozzák, mert az Amerikai Egyesült Államokban ez a dzsoggolás, a futás nagy népszerűségnek örvendett, és ez a dzsogg király, aki ezt az elvet terjesztette, dzsoggolás közben, tehát futás közben infarktusba halt meg. De említhetném Jane Fonda esetét, az aerobik királynőt, aki megtanította az amerikai nemzetet aerobikozni a betegségek megelőzésére, és aerobik közben kapta a szívinfarktusát. Ezt azért kell megemlítenem, mert sokan nem ismerik a mértéket. Nem betegségben, hanem egészségben kell sokat mozogni, és ha már valaki megbetegszik, akkor nagyon-nagyon megfontoltan, orvosi tanácsokkal, orvosi tanácsokra hallgatva kell a mozgást is megszervezni. Tehát a szívbetegség legfontosabb megelőzési lehetősége a rendszeres mozgás. Jó tanács mindenkinek, mennyit szabad mozogni, ami biztosan nem ártalmas. Nagyon egyszerű módot ajánlok erre. A fiatalok futhatnak, rohanhatnak, teremlabdázhatnak, teniszezhetnek, mindent tehetnek. Az idősebbek 40 év felett megfontoltan kell, hogy viszik ezt a sportot. Semmiképpen nem szabad rendszertelenül tenni, és az időskorban 60 év fölött pedig az ilyen hirtelen nagy terheléssel járó sporttevékenységek kerülendők. Tehát visszatérve az előbbi kérdéshez, mi az, ami biztonságosan végezhető? Egészen biztos, hogy ha annyit is úgy mozgunk, hogy enyhén, nehezen kapjuk a levegőt, tehát éppen, hogy érezzük azt, hogy a levegővétel nehéz, ezt a szintet, ha megtartjuk, akkor a szervezet vegykonyhájában olyan anyagok keletkeznek a vérben, amelyek a koszorú ereket tágítják, a vérnyomást nem emelik, és a teljesítményt fokozzák. Ezt a szintet kell tartani, de ez olyan, mintha a csöpögő csapot, ami egész nap csöpög, fél órára kinyitnánk. Tehát a normális életmenetel mellett a koszorú erekbe áramló vér úgy viselkedik, mintha lassú cseppszámmal csöpögne a csap. Mindenki tudja, hogy ez előbb-utóbb elmeszesedik. Ha kinyitjuk a csapot és jól átmossuk, akkor a naponta fölrakódott üledéket kikotorja, kifröcsöli a víz, jelen esetben a vér. Tehát nagyon fontos azt tudni, hogy ezt a napi tisztítást el kell végezni. Persze gyengék vagyunk, esendők, és azt mondjuk, hogy ma nagyon fáradt vagyok, ma ezt én nem csinálom meg. Ez a legfontosabb, hogy amikor fáradtak vagyunk, akkor kell megtenni, mert a fáradtság is elmúlik, hogyha ezen a lelki ponton, ezen a lelki mélyponton túl vagyunk, legyőzzük a lustaságunkat magyarul, és meg tudjuk azt a fél órát tenni, amit nem szívesen teszünk, hogyha
csábító televízió műsora van, vagy egyéb más szórakozási lehetőség. Tehát első a mozgás, a szív, betegségek minden fajtájának megelőzésében. A második helyre sorolom a táplálkozást. Nagyon nagy hibát szoktak elkövetni orvostársaim is, tehát nem csak az ételt reklámozó áruházak, hanem szakemberek is. Az orvosok ugyanis nagyon gyakran nem tesznek más, mint tiltanak. Elmondják, hogy nem szabad enni zsírosat, nem szabad enni koleszterindúsat, nem szabad, nem szabad, nem szabad, nem szabad. Holott azt kell elsorolni, amit szabad, és akkor furcsa dolgot fogok mondani, mindent szabad enni. De természetesen itt is az arányokon múlik, hogy egészségesen táplálkozunk, vagy egészségtelenül táplálkozunk. Mindannyian, akik ebben a világban élünk, és bizonyos iskolát elvégeztünk, tudjuk, hogy élet csak a növények által keletkezik új termékként, mert a napenergiáját felhasználva a növények zöld anyaga, a klorofilja, teremt új anyagot. Tehát az elsődleges tiszta forrás, ha tiszta a levegő, tiszta a víz, tiszta a talaj, akkor a növényi tápláléknak kell alapvető tápláléknak lenni, mert minden, ami ezután következik, az állat elfogyasztja a növényt, és azt a hatalmas növénymennyiséget gondolják el, hogy egy szarvasmarha egész nap legel, egy jó egész nap legel, és ő azt beépíti részét a testébe, húsába, zsiradékába, és beépíti a tejbe mindazt az anyagot, amelyet a növényekből előállít. És itt kezdődik a probléma, mert ha szennyezett a talaj, ha szennyezett a víz, ha szennyezett a levegő, akkor a növény is szennyezett, és a táplálék láncban ez a növény, ha állati szervezetbe jut, koncentráltan jelenik meg a méreganyag. És ez a magyarázat a többek között annak, hogy nem javasoljuk a mindennapi húsevést, ez minden vallási kultúrában megvan ősidők óta, hogy húsmentes napokat, heteket vagy hónapokat iktatnak be. Ez azért különlegesen fontos, mert az előbb említetteken kívül az emberi bélrendszer olyan szerkezetű, hogy a húsokat igazán megemészteni nem tudja. A vékony bél szakaszunk rövid, a tigrisnek, oroszlánnak, kutyának, macskának lényegesen hosszabb arányaiban a vékony bélrendszere, tehát a ragadozó állatoknak, és a ragadozó állatok a húst tökéletesen meg tudják emészteni, és nem szennyezi a méreganyag a szervezetüket. Tehát a minden nap hústevők minden nap egyfajta önmérgezést végeznek, mert nem tudnak kitisztulni a tökéletlen emésztésből származó méreganyagoktól. Nem véletlenül javasolják azt, hogy nem csak napokat, hanem esetleg heteket is érdemes húsmentes étkezéssel eltölteni, hogy teljesen kiürüljenek az ebből származó méreganyagok. Azonban egy nagy baj van. Manapság az emberek nagy áruházakból veszik a táplálék nagy részét. Ha bemennek az áruházban, gyönyörű a hús színe, gyönyörű a zöldség, minden gyönyörű küllemre. Igen ám, de ezért nagy árat kell fizetni. Tessék megnézni az összetevőket, és ott találják ezeket az E betűvel jelzett számokat. Ez EU szabvány szerint valamiféle tartósítószer. Vagy a szint óvja meg, vagy az íztartalmat, vagy az eltarthatóságot, de mindenképpen kémiai anyag, és minél több E betűt olvasnak, annál több mérget vesznek magukhoz.
És akkor még nem beszéltünk arról, ami majd meg kell, hogy jelenjen ezeken a táplálékokon, hogy genetikailag manipulált a táplálék, vagy genetikailag nem manipulált a táplálék. Hiszen az Amerikai Egyesült Államokban a búza és a kukorica gyakorlatilag teljes egészében már genetikai manipuláción esett át. Európában az európaiak jobban vigyáznak erre, és kötelezővé fogják tenni, hogy a genetikailag módosított növényeket, vagy genetikailag módosított állatokat jelezzék, hogy miből készült az a táplálék. Tehát nagyon fontos az, hogy mit eszünk. A bioétkezés, ami azt jelenteni, hogy nem szennyezett földön, nem permetezett növények, nem műtrágyázott növények, talajból fölszívott anyagait fogyasztjuk el, hanem a természetes földnek a termékeit, ami lehet, hogy nem olyan szép, lehet, hogy egy kicsit kukacos az a gyümölcs, lehet, hogy egy kicsit kisebb, de azok az ízek, amelyek különösen a Kárpát-medencében, mi országunkban, a növényekben, a zöldségekben, paradicsomban, paprikában elmennek külföldre, gyönyörű az a paradicsom meg paprika, de az íze ugyanolyan Kaliforniában, mint lassan Görögországban, magyarul íztelen. Nem lehet szinte megkülönböztetni már a gyümölcsöket egymástól, és aki Magyarországon Pécset mondjuk őszi barackot, francia barackot evett, azt az ízt semmivel nem lehet összehasonlítani, és beszélhetnénk természetesen a többi gyümölcsről is, paradicsomról és paprikáról is. Van ennek realitása, hogy ne együnk szennyezett gyümölcsöt, növényt. Meg lenne, Magyarországon megvan ennek a lehetősége, de sokkal nagyobb figyelmet kellene erre fordítani, mert tudom mondani, hogy Magyarország ilyen szempontból egy csoda hely, mert annyi a pihent föld, és annyi a műtrágyával nem szennyezett terület, hogy ez a kis ország csak ebből is megélne, ha erre gondolnánk. Tehát igenis minden embernek gondolni kell arra, hogy a táplálék felvételnél igyekezzen tiszta táplálékot magához venni. Az első volt a mozgás, a második volt a táplálék, a harmadik vajon mi lesz? Hát a víz. Magyarország édesvízi nagyhatalom. Több rétegben helyezkednek el a vizek, de már a felső réteg szennyezett, és a középső réteg is szennyeződik, pedig megint egy olyan kincs van a kezünkben, amely a 21. század talán legfőbb kincse lesz. Az iható ivóvíz, az egészséges ivóvíz. Nagyon fontos az, hogy a napi folyadék szükségletet ebben az éghajlati övben egy felnőtt embernél körülbelül 2 liter folyadékba határozzuk meg. De nem ez az ideális, hanem ki kellene ízadni, mert ugye a méreganyagokat részint a vizelettel, részint a széklettel választjuk ki, de ha ki tudjuk ízadni, akkor a bőrön keresztül nagyon sok anyag eltávozik. Hát aki nagyon megizzad, és utána fölszárad, szinte kiül a só a bőrére. Nem véletlenül az északi emberek, akik nem izzadnak, mert nincs lehetőség arra, hogy izzadjanak, mert nincs kemény nyaruk, meleg nyár, nincs meleg tavasz és ősz. Ők szaunáznak, a szaunába mesterségesen állítják elő ezt a körülményt, és utána hideg vízzel bezárják a pórusokat. Tehát nagyon fontos az, hogy tudja azt, aki szaunázni megy, hogy ennek a 2 fázisnak, tehát a meleg, alacsony páratartalmú hőmérsékletnek az a szerep, hogy minél több folyadékot párologtasson el a bőr, de nagyon kinyílnak a bőr apró kis csatornácskái, és ahhoz, hogy ezek nyitva ne maradjanak, és a fertőzés befelé ne jöjjön, a hidegvizes tus vagy a hidegvízbe való megmártózás azért kell, hogy a bőr kis nyílásait bezárja. Egyik a másik nélkül nem igazán tökéletes. Tehát mozgás, táplálkozás,
ivóvíz. De nem csak táplálékkal él az ember, és nem csak vízzel él az ember, hanem egy társadalmi közegben él, és a társadalmi közeg, tehát emberek emberekkel élnek, családban élnek emberek, falu, városközösségben, országközösségben élnek emberek, és egy olyan ponthoz értem, ami igazán a legszomorúbb tapasztalat az eddigi életemben, mert a stressz helyzet, a stressz, ami az előbb említetteken kívül a legerőteljesebben okozza a szívbetegséget, ahogy szokták mondani, én nagyon stresszes életet élek, és biztos, hogy ezért megy fel a vérnyomásom, és ezért alakulnak ki azok a betegségek, amelyek a magas vérnyomásból, vagy egyéb más okból, de szívbetegség formájában megjelennek. Nem a stressz a baj. A stressz az jó. Selye, nagyszerű, Amerikába kiszármazott magyar tudósunk, aki a stressz elmélettel foglalkozott, ő egy másik szót hozott ide, nem a stressz a baj, hanem a distressz. A stressz, tehát az izgalmi állapot jó, mert enélkül nem tudnánk élni. Ahhoz, hogy fölkészüljünk valamire, akár egy vizsgára, akár egy fizikai teljesítményre, elő kell készíteni a szervezetet. Tessék megnézni, hogy a sportolók akár úszásnál, akár rövidtávú futásnál, ugye oda mennek a célszalaghoz, vagy a rajtkőre, és előkészület van. És ezek az előkészületek több másodpercet vesznek igénybe, mert amikor lassan azt mondják, hogy elkészülni, vigyázz, rajt, az elkészülni szónál már a 100 méteres gyorsfutóknak a pulzusa 150 körül van, a vérnyomások 180 körül, mert fölkészülnek arra az állapotra, hogy szinte robbanásszerűen kell indulni, mert a 120-as vérnyomással nem lehetne így indulni. Tehát többszörös vérmennyiség kell, ez nagyszerű. A stressz az embernél emeli a vérnyomást, emeli a pulzus számot. A 100 méteres gyorsfutó nekilendül, és az utolsó 50 métert már adóságba teszi meg. Tessék megnézni, hogy liheg, kapkodja a levegőt. A stressz megszűnt. Levezette a stresszt, a stressz állapot, a fizikai mozgása. Egy még szemléletesebb példa, talán vadász emberek, ha elmesélését hallgatják a vadászoknak, azt minden vadász ember tudja, hogy egészséges nyulat, egészséges róka, még bajnok róka sem tud elkapni. Hogy zajlanak az események? Ugye nyuszika eszi a füvet, hát ő neki ez a dolga, hogy életben maradjon, jön a róka, éhes, és meglátja a nyulat. Nem rohan oda, hanem a róka leül, a nyuszi is észreveszi, mert észre kell venni, és egy darabig mind a ketten néznek egymás felé, a rókának is emelkedik a vérnyomása, emelkedik a pulzus száma, a nyuszinak is, és egyszer egy pillanatban vagy a nyúl indul el, vagy a róka, de elkezdenek rohanni. Mi történik? Hogy oldódik meg ez a stressz helyzet? Úgy, hogyha a nyuszi nem tud elfutni, akkor az izgalmi állapot olyan magasra hág, hogy megszakad a szíve. És ezt látják a vadászok, dobbant egyet a nyúl, fölugrik és holtan érkezik a földre, és a holt nyulat kapja el a kutya. A nyuszinak egy életre megoldódott a stressz helyzete, mert ennél nagyobb megoldás nincs. A róka szintén megoldódott a stressz helyzet, éhes volt, kirohanta magát, ott van a nyúl, megeszi. Mi van a másik esetben? Elfut a nyuszi. Borzasztóan boldog, mert túlélte. Minden stressz a remegő inakból elszáll, és nagy boldogság a fizikai aktivitás után nem csak
kifutotta magát, hanem megnyugszik, megmenekült az életem. Mi történik a rókánál? A róka akkor hagyja abba az üldözést, amikor annyira kifutotta magát, hogy már nincs több energiája. Ő nála is kioltódott a stressz, majd keres egy beteg pockot, és megelégszik azzal, vagy egy beteg nyulat, de a stressz helyzet mind a kettőnek megoldódott. Mi van velünk emberekkel? Mi is rókák és nyulak vagyunk, vagy üldöznek bennünket, vagy üldözöttek vagyunk, de a stressz helyzetet nem oldjuk meg, hanem fokozzuk egymás bántásával a napi, pici, rossz, egymást bántó dolgokkal. Tehát mit kéne tenni? Amikor valakinek eszébe jut, hogy a másikat bántsa, fusson egy kört, vagy menjen fel a mecsekbe, oldja meg a saját stressz helyzetét. Nagyon sok mindenről lehetne még beszélni a szívbetegségek megelőzésében, de a legfontosabbakat elmondtam. Azért hagytam utoljára az egymás bántását, mert nem csak a stressz helyzet megoldásában van jelentősége annak, hogy egymást szeretni tudjuk, hanem a szeretet az egyfajta kisugárzás, az mindannyiunkból áradhat is, mértéktelenül áll rendelkezésünkre, és a másiknak jót okoz. A jó, a szép, az immunrendszerünket is erősíti. Tehát nem csak a stressz ellen dolgozik, hanem az általános védőrendszerünket erősíti, még a baktérium vírusfertőzés ellen is véd, a jó, a szép, a kellemes. Ezt javaslom mindenkinek, hogy a jót és a szépet és a kellemeset válassza, és megéri a matuzsálemi kort, ha elkerüli a gombákat, a vírusokat, a baktériumokat, a szembejövő gépkocsit, a villámot és egyéb más hirtelen halált okozó bajt.